Néma voltam, szótalan, hallgattam, de ez nem volt jó. Tegnap a Zsoltárok könyvének 39. fejezetéből olvastak fel a felszegi református templomban. Szívem fölhevült bennem, míg sóhajtoztam, lángra lobbantam, nyelvemmel beszélni kezdtem. Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen múlandó vagyok. Az ünnepségen Berecki Őrs református lelkipásztor is a Bibliából idézett. Hallgassuk meg a mai este az első parancsolatot az Ószövetségből, a 10 parancsolatból. Mózes második könyve, 20. fejezet, 2. és 3. verszak, és így hangzik. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Valójában minden további parancsolat erre épül, ezt teljesíti ki. A református lelkipásztor még egy idézettel készült. Gyere velem, katonának, hallod-e? Hétesztendő nem a világ, gombjukatba piros virág, hallod-e? Katonának, ha nincs dolga, akkor is van mindig zsoldja, hallod-e? Jön rá a válasz, a második szakasz, ne menjél el katonának, hallod-e? Hétesztendő kutyavilág, temetőbe hervadt virág, tudod-e? Katonának, ha nincs dolga, csak a halál gyakorolja, tudod-e? Se istene, se hazája, nem lesz néki nyugovása, sohase. Tegnap a Halleluja kórus adott koncertet a közönségnek. Az énekkar 2011-ben alakult, mint a Ceglédi Ökumenikus Kórus, és 2014-ben vették fel a Halleluja nevet, ami annyit jelent, mint Isten dicsérni szívvel és énekkel.